Köszöntöm a Sóvidék Televízió nézőit! Mai adásunkban D. Ágnes párterapeutával a házasság hete kapcsán beszélgetünk. Nézzenek minket! Tisztelettel köszöntelek és üdvözöllek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. És köszönöm a meghívást. Sziasztok! A mai Más szemmel című műsorunkban egy kicsit megint más szemmel próbálunk bemutatni, megvilágítani egy témát, és pedig a házasságnak a témáját. Február közepén volt a házasság hete, nagyon sok helyen megszervezték, és úgy érzem, hogy érdekes lenne, meg fontos lenne terapeuta szempontból is egy kicsit megvizsgálni ezt az egész témát, és ezért is érdekesnek tartom, fontosnak a mai beszélgetésünket. És rögtön az elején azt kérdezném tőled, hogy miért fontos egyáltalán az emberi kapcsolatok szempontjából, illetve a társadalom szempontjából is maga a házasság intézménye? Igen, hát a pszichológus szempontból a házasság az a párkapcsolatnak a végleges elköteleződését jelenti, és egy elköteleződés szempontjából nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, tehát hogy elkötelezés szempontjából a házasság az utolsó lépcsőfok, és az elköteleződés pedig egy nagyon fontos része a párkapcsolatnak, és hát itt kezdődik aztán a családnak a kialakulása, és az elköteleződés az mint olyan megadja ennek az alapját, tehát hogy így pszichológusi szemmel körülbelül ez lenne a funkciója a házasságnak. És a házasság hetét, amikor megszervezik, akkor mit gondolsz, hogy miért tartják annyira fontosnak, hogy a társadalom szinte minden területén, minden szintjén, úgy az egyházban, mint mondjuk a civil szférában megszervezik, és hatalmas hangsúlyt fektetnek a megszervezésére? Miért fontos ez? Igen, hát azt gondolom, hogy azért fontos, mert a hétköznapokban ugye ez a rohanó világ, nem nagyon figyelünk befele a házasságunkba, és hát emiatt nagyon gyakran a párok eltávolodnak egymástól, és ez a házasság hete rendezvény sorozat gyakorlatilag teret ad arra, hogy akkor egy héten keresztül, több napon, több programon keresztül tudjunk kapcsolódni valamilyen formában, még hogyha mondjuk csak egy programra megyünk el, vagy egyre sem megyünk el, de hogy egyáltalán mondjuk csak megváltoztatom a profilképemet a Facebookon, és akkor arra gondolok, hogy 10 évvel ezelőtt, jaj, de jó is volt, akkor már az olyan fajta befele figyelést indít el a házasságba, ami már valami más, mint az összes többi nap az évben. Tehát, hogy ilyen szempontból fontos, ad egy másfajta nézőpontot a házaspároknak. Na most ugyanezt a kérdést, ha megfogalmazom még egyszer, és talán egy picit a hangsúlyt máshová teszem a mondatba, és mondjuk úgy kérdezném, hogy mit gondolsz, és itt ismét a terapeuta meg a pszichológus szakmán vagy megközelítésen lenne a hangsúly, hogy az a fontos, hogy kihangsúlyozzák a házasság hetének a megszervezésében a házasság fontosságát, tehát egy ilyen teljesen pozitív, vagy igazából itt ott is fellelhető a hangsúly, hogy egy válságban van, vagy legalábbis egy válság közeli helyzetben van, hiszen nagyon sokan tudjuk azt, hogy rengeteg a válás, és hogy a házasság, illetve annak az intézménye válságban van, és akkor inkább arra is próbálnak figyelni, hogy mint egy megelőzésképpen szervezik meg a házasság hetét. Tehát, hogy inkább hol van a hangsúly, mit gondolsz, hogy hogyan látod? Mindenképpen látom, hogy van egy ilyen prevenciós jellege ennek a házasság hetének, hiszen igen, így ahogy mondod, azért az arányok nem nagyon kecsegtetőek, mert most a válásoknak az aránya az egy ilyen 50%, ami azt jelenti, hogy minden második házasság válással végződik, és meggyőződésem, hogy sokkal több házasság megmenthető lenne, mint amennyit megmentünk valóságban, és hogy nagyon gyakran nem olyan nagyon sokunk múlik ez az egész. És ez a házasság hete programsorozat, azt gondolom, hogy nem csak a napos oldalt mutatja be, hanem
hanem azt is, hogy esetleg mire vigyázzunk, mire figyeljünk, hogyan kommunikáljunk, hogyan vegyünk részt benne. Itt a beszélgetésünkben az elején beszéltük, hogy például az udvarhelyi széki anyák keretén belül a héten lesz egy olyan előadásom, aminek az lesz a címe, hogy boldogan éltek, ameddig össze nem házasodtak, és hogy igazából nem nagyon beszélünk arról, hogy mi lesz utána. Tehát, hogy persze beszélünk arról, hogy mennyire jó lesz majd a házasság, és utána úgy valahogy nem beszélünk arról, hogy a házassági tulajdonképpen mi az, amit itt tenni kell ahhoz, hogy ez igazából jó legyen, ne csak egy ilyen megszokás. Mielőtt kicsit bővebben kezdenénk beszélgetni arról, hogy mi történik azután, miután a felek összeházasodnak, illetve a válásról is szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk. De hadd beszélgessünk egy picit még arról, hogy mit gondolsz, hogyan látod a házasság jelen pillanatban, vagy jelen társadalmunkban, ezekben az időkben, években a fiatalok részéről egy tudatos döntéshozatalnak az eredménye, egy megfontolt, átgondolt döntésnek az eredménye, vagy inkább csak egy ilyen érzelmi fellángulásnak a következménye, és aztán pontosan emiatt lesz annyi házasságnak a végső lépés az elválás. Hát azt gondolom, hogy ez egy picit bonyolultabban áll, mint hogy így most egy két mondatban összefoglaljam, hogy tulajdonképpen mi a motivációja a házasságnak. Hát ugye már itt az elején kezdődik, hogy ugye mi a motivációja a párválasztásnak, tehát hogy már eleve szorongásból választunk el mondjuk párt magunknak, hogy nehogy egyedül maradjunk, vagy gyorsan el akarunk köteleződni, vagy ellenkezőleg félünk az elköteleződéstől, és akkor kitoljuk a párválasztást, tehát hogy ez egy kicsit komplexebb kérdés ennél. Azt gondolom, hogy valahogy, amikor így házasodunk össze, mindenki úgy gondolja, hogy na, ő ezt alaposan átgondolta, és hát aztán később a házasságban derül ki az, hogy igazából még nem ismertük egymást, vagy mi az, amit még nem tudtunk egymásról. Tehát, hogy valahogy úgy nem biztos, hogy teljesen tudatosak vagyunk abban, hogy akkor így igazából a házasság után majd mi lesz. Tehát, hogy így készülünk a házasságig, így ahogy az elején mondtam, és akkor így a házassággal meg nem igazán tudjuk, hogy mit kezdjünk, mert hogy úgy érezzük, hogy megérkeztünk, és akkor ott révbe értünk, és azzal már nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk. Inkább azt gondolom, hogy ez szokott lenni a probléma egy házasságban. Na most mielőtt megint csak tovább lépnénk, akkor visszatérnék ahhoz, amit mondtál, mert ez rendkívül érdekes, és igazából én nem is gondoltam, hogy feltétlenül erről beszélnünk kellene, vagy hogy egyáltalán beszélhetnénk, de akkor ha egy picit erről felvilágosítanál, és a nézőinket is, hogy egyáltalán milyen párválasztási lehetőségek vagy szokások vannak, tehát hogy tényleg van ilyen, hogy valaki mondjuk kényszerből, vagy egyszerűen társadalmi nyomásra választ párt, vagy hogy működik ez? Igen, hát amire céloztam, nem pont erre gondoltam, hogy a társadalmi nyomás, de ez is benne lehet, vagy a kényszer, hanem inkább arra, hogy mindannyian jövünk egy valamilyen hozott hátizsákkal, így a gyerekkorunkból, az előzetes tapasztalatainkból, és vannak olyan prekoncepcióink magunkról, tehát hogy olyan gondolataink, olyan önmagunkról alkotott képünk, egy önbecsülésünk, ami meg fogja határozni azt, hogy hogyan választunk párt magunknak. Most csak egy nagyon-nagyon egyszerű példát mondok, de hogy ez is nagyon széles, hogy mi határozza meg a párválasztást, de hogy például, hogyha van egy alacsony önbecsülésem, akkor érdekes az, hogy alacsony önbecsülésből hogyan választok párt, tehát hogy akkor mi az, amivel megelégszem. Tehát, hogy ha alacsony az önbecsülésem, és úgy gondolom, hogy nekem ő is jó lesz, tehát vagy nem kaphatnék annál jobbat, vagy annál másabbat, vagy olyant, amire vágyom, akkor egy alacsony önbecsülésből fakadóan úgy megelégszem egy valamilyen szinten. Nagyon ritka az, hogy felülválasztunk, tehát hogy sokkal gyakoribb az, hogy alulválasztunk párt egy alacsony önbecsülésből fakadóan, mert akkor az biztos, hogy eljön velem, nem? Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy szoktam mondani a pácienseimnek, hogy így
gondold végig, hogy például mondjuk egy középiskolában mondjuk volt egy srác vagy egy lány, aki tetszett neked, de hogy is soha nem mentél oda, mert úgy gondoltad, hogy ó, veled biztosan nem állna szóba, na akkor olyankor neked alacsony volt az önbecsülésed. Mert hogy igazából azzal, hogy oda sem mentél, és meg sem kérdezted, hogy eljönnél-e velem egyet üdítőzni, azzal már el is vetted a lehetőségét annak, hogy ti valaha egy pár legyetek, és ez a felnőttek esetében is ugyanígy működik. Tehát, hogy most az, hogy nem tudom, egy cégigazgatóval, vagy egy tanárnővel elmegyek-e randizni, egyáltalán én alkalmasnak tartom-e magam erre, az attól függ, hogy én mondjuk milyen az önbecsülésem. Mondjuk ez egy szegmens, az önbecsülés. De hogy lehet egy másik szegmens az, hogyha én igazából félek a csalódásoktól, akkor igazából nem is akarok elköteleződni, mert valójában az elköteleződés az ugye annak a félelme, vagy akkor be kell vállalnom azt, hogyha elhagynak, az fájni fog. És akkor, hogyha én ettől nagyon félek, akkor inkább el sem köteleződök, hogy ne fájjon. Tehát, hogy van egy ilyen, és ugyanaz a bizonytalanság, csak a másik véglet, tehát a pontnak a másik végén van az, amikor igazából annyira szorongok attól, hogy egyedül maradok, hogy mindenáron is igazából így bárkivel is házasságot kötnék, csak hogy ne maradjak egyedül. De hogy ez tényleg csak egy ilyen nagyon pici része annak, hogy mi határozhatja meg például azt, hogy kit választunk társnak, vagy milyen gyorsan, vagy milyen lassan köteleződünk el. Egyébként mit jelent az, hogy alul választani, vagy felül választani? Ez egy rendkívül érdekesnek és izgalmasnak hangzó, nem csak kifejezés, hanem maga a tartalma, tehát hogy alul választok, vagy felül választok, mihez képest? Tehát, hogy mit jelent az, hogy egy cégigazgató mivel több, mint mondjuk valaki más? Minap hallottam, hogy nincsen kisember és nagyember, hanem van kis felelősség és nagy felelősség, tehát egy pozíciót valaki betölt, akkor annak nagyobb a felelőssége, de egyébként nem több, nem nagyobb ember. És ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy alul vagy felül. Tehát, hogy kicsit olyan ki, mintha valaki több lenne, vagy kevesebb, mint én. Ez hogy lehet nagyon jól és jól érthetően, pozitívan megmagyarázni? Egyszerűen arra gondoltam csak, tehát, hogy ilyen értelemben most nem arra gondolok, hogy mondjuk egy alacsonyabb pozícióban levő személy kevesebb lenne, mint egy magasabb pozícióban levő, de hogy az, hogy milyen igényem van nekem, például, hogy mennyire legyen kedves, vagy mennyire legyen mondjuk egy férfi úriember, vagy mennyire legyen tanult, vagy tényleg akár, tehát, hogy most így mennyire legyen jól szituált, tehát, hogy adott ponton például ez is benne lehet. És hogyha én nem látom magam érdemesnek arra, hogy ez a férfi, vagy adott ponton ez a nő velem szóba állna, hát akkor meg sem adom a lehetőséget arra, hogy egyáltalán elhívjam kávézni, vagy elmenjek vele egy üdítőre, egy sétára, moziba, bármi. Tehát, hogy igazából ez az igényekről szól, tehát, hogy nem feltétlenül a pozíciókról, csak hogy talán így vannak, ezzel tudom a pozíciókkal így szemléltetni azt, hogy ez a kisebb rendűségi érzés, ami bennünk megjelenik például egy alacsony önbecsülés kapcsán, nagyon gyakran akár arra is fókuszál, ugye, hogy jaj, hát én nem mehetek el egy tanárral, vagy jaj, hát úristen, nem állhatnék szóba én egy igazgatóval, vagy nem tudom, de hát így, ahogy mondtad, hogy miért is ne állhatnék szóba. Csak hogy ez attól függ, hogy én mit gondolok magamról, mert ha én úgy gondolom magamról, hogy én kevesebb vagyok, mint a másik, akkor el sem megyek vele, sőt, tehát, hogy vagy visszautasítom, vagy nincs is a palettámon az, hogy esetleg elmennék vele, vagy esetleg párkapcsolatot létesítenék vele. Egyébként teljesen értettem, amit mondtál, talán akkor én is újra fogalmazom még egyszer, tehát ha valaki önbecsülés szempontjából ítéli meg a helyzetet, akkor az mindig mondjuk, és kimondottan a saját önbecsüléséről és a saját maga állított mércéhez hasonlítja, vagy azért egy picit a társadalomba is kinéz, tehát hogy mondjuk úgy mer oda menni és valakit meghívni randizni, hogy egyébként nem csak a saját önbecsülését tekinti mérvadónak, hanem mondjuk a társadalmét is, tehát hogy a társadalom mit szólna ahhoz, hogyha én ehhez az emberhez mondjuk kapcsolat szintjén közelebb kerülnék, vagy ő hozzám, vagy tehát van egy ilyen gyors ítélkezés is, ami nagyon komplex, de hogy van egy ilyen is a játékban, vagy ez csak kimondott a rólam szó? Van, igen, létezik egy ilyen is, de hogy ez is inkább
az a szint, amit látunk. Igazából akit befolyásol mondjuk az, hogy mit fog szólni a szomszéd asszony, hogyha én elmegyek randizni X-el vagy Y-nal, akkor az már egy belső bizonytalanságból fakad. Tehát, hogy azért keresem a szomszédasszonynak a véleményét, vagy azért érdekel igazából a társadalomnak a véleménye arról, hogy én most kivel állok szóba, vagy kivel létesítek párkapcsolatot, mert hogy saját magam számára keresek egy visszaigazolást. Ha önmagamban van egy belső biztonság, és önmagamban van egy belső magabiztosság, akkor ki tudom zárni azt, hogy igazából mit gondol a falu arról, hogy én most kivel fogok elmenni randizni. Tehát, hogy végső soron mindig terápiában is odaadunk vissza, hogy persze úgy gondoljuk, hogy másokban keressük a visszaigazolást, meg hogy igazából az zavar, hogy mások mit gondolnak, de valójában az zavar, hogy mit gondolok én saját magamról. Tehát, hogy én saját magamat hova pozícionálom, én mit gondolok arról, hogy nekem mi az elég, én mivel elégszem meg, kinek leszek elég jó. Tehát akkor, amikor arra gondoltam, hogy mondjuk a státusszal próbáltam ezt szemléltetni, akkor arra gondoltam, hogy én elég leszek-e majd a másiknak. Legyen az fiatalabb, vagy idősebb, vagy jól szituáltabb, vagy bármilyen tekintetben, de hogy én elég jó leszek-e a másiknak. Mert ha úgy ítélem meg, hogy nem leszek elég, akkor inkább alul választok a biztosat. Azt választom, hogy elfogadjanak, ott legyen mellettem, és akkor elengedek az igényeimből. Akkor már nem baj, hogyha nem annyira udvarias, de legalább eljön velem, vagy ilyesmi. Tehát, hogy van egy ilyen vonzat ennek az egésznek. Egy kapcsolatnak milyennek kell, vagy kellene lennie ahhoz, hogy mondjuk érdemben kapcsolatról és hát érdemben aztán házasságról lehessen beszélni? Igen, hát ennek van egy elég komoly elméleti alapja, amit Spielberger fogalmazott meg, és ez azt mondja, hogy három dologhoz van szükségünk arra, hogy egy érett kapcsolatról beszélhessünk, ez pedig a szenvedély, az intimitás és az elköteleződés. És hogyha van ez a három egy kapcsolatban, akkor beszélhetünk egy érett kapcsolatról, és hát a házassághoz mind a háromra szükségünk van. Nagyon röviden, hogyha megfogalmazhatnám, akkor az intimitás az mondjuk azt jelenti, hogy mennyire tudok közel kerülni a másikhoz, mennyire tudok kialakítani egy érzelmi biztonságot. Az elején, amit említettem, hogy szorongok vagy elkerülök, tehát hogy nagyon-nagyon szeretnék állandóan mindent tisztázni, és nagyon közel akarom tartani a másikat magamhoz, vagy ellenkezően, hogyha valami probléma van, akkor visszavonulok, és nem szólok, és puffogok, tehát hogy az intimitásban ez a közeledés, távolodása a kulcs. Ott van a szenvedély komponens, ami gyakorlatilag egy ilyen belső motivációt jelent, egy ilyen erős érzelmi felfokozott állapotot. Ez az, amit a kapcsolat elején nagyon könnyen fel tudunk ismerni. Tehát, hogy amikor alig várom, hogy lássam, amikor nagyon boldog vagyok, hogy együtt vagyunk, amikor őt akarom, és akkor ide tartozik igazából az erotika és a szexualitás is, és az, hogy hogyan tudom megélni a kapcsolaton belül a szexualitást. És ez a kapcsolat elején nagyon-nagyon jól működik, mert a szenvedélynek az alapja gyakorlatilag az ismeretlen. Tehát, hogy az, amit még fel akarok fedezni, az, amit meg akarok ismerni. És hát így ennek van sajnos egy ilyen lejárati ideje, ami egy ilyen 2 év plusz-minusz 3 hónap. És utána vagyunk bajban. Mert hogy utána, amikor ez az egész kémiáról szól, tehát a szervezetünkben lezajlódó folyamatok, eddig bírjuk. Tehát, hogy nagyon durva lenne mondjuk, nem tudom, 15 évig ennyire szerelmesnek lenni, tehát, hogy akkor nem tudnánk a munkánkat sem, azt gondolom, normálisan elvégezni, meg hogy akkor egy csomó mindenre nem terjedne ki a figyelmünk. Szóval, hogy a 2 év, 3 hónap plusz-minusz, és akkor utána azt érezzük, hogy ez a kapcsolat így kiüresedett. És akkor ilyenkor eljön az, amikor így valaki azt mondja, hogy na kész, ebben a kapcsolatban már nincsen ennél több. De hogy erről majd még ide vissza fogunk térni a későbbiekben. Igazából ez a szenvedély komponens. És akkor a harmadik komponens az pedig az elköteleződés, amiről már az elején egy picit beszéltünk. Ez arra utal, hogy döntök. Tehát, hogy ez egy kognitív folyamat, amikor én a másikat választom a többi összes lehetőséggel szemben. Tehát, hogy
úgy nagyon szépen megfogalmazza ezt ugye az esküben, az, hogy ez a véled meg elég szem. Tehát, hogy azt én nagyon szeretem, mert hogy így tényleg ebben úgy minden benne van. És akkor ez igazából feltételez egy felelősségvállalást a másikkal szemben, egy önmagam felvállalását, egy elhatározást, tehát hogy ez mindenképpen egy döntés, az elköteleződés. Tehát, hogy ez a három szükséges, mindenképpen, tehát hogy erre épül az egész házasság, vagy egy tartós párkapcsolat, és hát akkor erre jönnek rá azok az extrák, hogy hogyan kommunikálunk egymással, mennyire figyelünk egymásra, mennyire tudom megtartani a kapcsolatban a saját szuverenitásomat, mennyire tudunk mi jól együttműködni, milyenek a közös céljaink, de hogy így körülbelül ez így mondjuk meg tudna tartani egy házasságot. És akkor gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy ettől lehet egy tartós házasság, illetve egy házasság ettől lehet több, mint mondjuk egy párkapcsolat, vagy ne is beszéljünk mondjuk egy futókalandról. Tehát, hogy azt is mondhatnánk, hogy ezek a komponensek egyenlőek az alappillérekkel is, vagy mondjuk, ha alappillérekről beszélünk, akkor azért még kell több is ahhoz, hogy egy házasság tartós legyen. Pontosan, hát egy alappillérnek ez így, amiket felsoroltam, ez így tökéletes lenne. Szokták viszont ugye ezt is mondani, hogy a szerelem az úgy átalakul szeretetté. Nem tudom, hogy ez ugyanazt jelenti-e, amiről te beszéltél erről a 2 év plusz-minusz 3 hónapról, de hogyha igen, akkor valóban így van ez, hogy átalakul szeretetté, vagy azt is szokták mondani, vagy legalábbis hallani ezt, hogy átalakul megszokássá. Így van ez? Mit jelent ez egészen pontosan szaknyelven? Azt gondolom, hogy fontos, hogy megszokássá vagy szeretetté alakul ez az egész történet, vagy hogy egyáltalán átalakul-e, vagy hogy erre tudunk-e figyelni. Hát van ez a három szög, amiről beszéltem, ugye az intimitás, az elköteleződés és a szenvedély. És igazából, hogyha a szenvedély komponensre nem figyelünk, akkor megmarad az intimitás és az elköteleződés. És intimitás elköteleződéssel, de szenvedély nélkül az barátság. És akkor az a párterapeuták átka, amikor megérkezik a házaspár, és azt mondják, hogy hát így amúgy jól el vagyunk, de hogy így egymás mellett élünk, mint a befőtt. És akkor jön az, hogy akkor vissza kell mennünk oda, hogy jó, de akkor hova lett a szenvedély? Tehát, hogy akkor azt ott meg kell keresnünk. Ugyanakkor, ha meg egy másik komponens hiányzik, mondjuk az elköteleződés, akkor mondjuk az intimitás szenvedélye az meg nem tud lenni házasság, tehát hogy elköteleződés nélkül. Tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy a házasságban mind a három dologra szükségünk van. És erre kell figyelnünk, hogy ez a megszokás komponens ez ne jöjjön be a házasságba, és ez egy tudatos erőfeszítést igényel. Tehát hogy ez egy komoly munka, tehát hogy nem úgy van, hogy összeházasodtunk, és akkor majd így kitart nekünk a szenvedély, mert nem fog, mert amikor minden nap egymás mellett felkelünk, és minden nap ugyanaz van, és jönnek a problémák, és közben születnek a gyerekek, és a logisztika, és a munka, és a minden, és a szenvedély az így nagyon-nagyon hamar ki tud kopni ám egy kapcsolatból. Erről úgy érzem, hogy részleteibe kellene beszélgessünk, akkor vegyük az első lépést. Például a szenvedélyt hogyan lehetne, ha tudnál erre néhány példát adni, fenntartani, vagy megtartani egyáltalán hosszú távon? Igen, hát van egy ilyen humoros mondás a párterapeuták meg a szexterapeuták között, hogy a jó szex az reggel kezdődik. És ezt így értsük jól, ez azt jelenti, hogy igazából, ha már reggel kedvesek tudunk lenni a társunkkal, és mondjuk szeretettel készítek neked egy szendvicset, és mondjuk becsempészem a táskádba, akkor ez akár egy szenvedélyes dolog. Tehát, hogy meglepetés történt, valami titokzatos történt, közben eszembe jut a munkában, hogy valamit szeretnék veled megosztani, küldök egy SMS-t neked, tehát hogy akkor ezzel így mondjuk fenntartható. És akkor este, amikor találkozunk, akkor sokkal inkább lesz kedvem arra, hogy bevonódjak egy mondjuk egy akár egy együttlétbe a társammal, vagy hogy csak összebújjunk és eltöltsünk egy kellemes estét, mondjuk egy bármilyen más programmal. Ellenben, hogyha már a reggelünk úgy indul, hogy összeveszünk, és nem figyelünk arra, hogy te hova mész, hogy még azt sem mondom neked, hogy félkalap, nem mondom azt, hogy legyen szép napod, drágám, vagy ilyesmi, és úgy elcsúszunk a logisztikával, hogy húzzad már a cipődet, hol voltál már, miért késtél, nem tudom, hát akkor így este sem várhatunk túl sok mindent.
És hát így hosszú távon a hétköznap, tehát hogy nem az a probléma, hogy egy napunk így alakul, hanem az a probléma, hogy így alakul 360. És akkor egy idő után ugye már nem kívánatos akkor, hogy benne maradjak egy ilyen kapcsolatba, ahol amúgy csak ez van. Még hogyha ilyen szenvedélyre tipp, tehát hogy például az, hogy fenntartsuk azt egy kapcsolatban, hogy mondjuk legyen egy olyan nap a héten, amikor mondjuk randizunk. És akkor most randizni otthon is lehet, csak hogy akkor megtartsuk ezeket a kereteket, hogy akkor a péntek este a miénk, és akkor töltünk egy pohár bort, vagy valamilyen vacsorát főzünk, és akkor ez a kettőnk estéje, de hogy az akkor így rólunk szól. Ilyenkor szokták mondani eleinte a párok, hogy hát jó, de hogy az már így milyen, hogy így előre így megbeszéljük, de hogy már így milyen volt így kapcsolat el is megbeszélni, hogy kijössz egy kávéra. Tehát, hogy akkor ezt így a házastársunkkal is meg tudnánk csinálni, és akkor már lenne valami közös nekünk a hétben. Ha nem beszéljük meg, akkor biztos nem is lesz. Ha megbeszéljük, akkor meg lehet, hogy össze fog jönni. Tehát, hogy ilyen apró dolgokkal lehet fenntartani a szenvedélyt. Egyébként ebben is két nézőpontot képvisel a párterápiás szakirodalom jelen pillanatban. Az egyik például Eszter Perel nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy kell tartani egy kis távolságot a házastársaknak ahhoz, hogy vágyni tudjanak egymás után. Ez így azt jelenti igazából, hogy így egy kis titokzatosság így mindig legyen benne. Tehát, hogy ez a túl nagy fúzió, tehát, hogy amikor így együtt dolgozunk, együtt ebédelünk, együtt csinálunk mindent, egy a hobbink, egy a baráti körünk, egy a minden, akkor ebből a közelségből így már nem nagyon van, amire vágyni. De ha van egy kis távolság, és egy kicsit el tudunk egymástól távolodni, akkor lehet abba ügyesen közeledni, tehát akkor ott meg tud születni a vágy. A másik nézőpont az olyan, mintha pont az ellenkezőjét mondanám, mert ő azt mondja Gottman, hogy igazából a vágy az ott tud megszületni, ahol van egy nagyon közeli intimitás. És igazából mind a kettőjüknek igaza van, mert hogy vannak párok, akik inkább igénylik ezt a fajta távolságot, közeledést, és vannak párok, akik meg ezt a mély intimitást és ezt az erős közelséget, csak hogy mindig az a fókusz, hogy legyünk azon, hogy ezt a szenvedélyt valahogyan fenn kell tartani. Tehát, hogy ez nem magától fog megtörténni, hanem erre oda kell figyelnünk. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag azt is le lehet vonni következtetésként, hogy ez személyre szabott a házasság is, tehát hogy nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen személyiségek vagyunk, hogyan viselkedünk, milyen habitusunk van. Egyrészt a jó értelem. Másrészt viszont azt is ugye szokták mondani, és te is említetted részben, hogy a házasságban azért időnként hátra dőlnek. Ez mit jelent, és szabad-e ilyet tenni, esetleg nemek között van-e olyan, hogy mondjuk a férfiak vagy a nők inkább hátradőlnek, mint a másik? Igen, hát azért posolygok, mert a férfiak azt mondják a nők azt mondják, hogy a férfiak dőlnek hátra. Igazából azért történik meg ez a folyamat, és nem igazán tudnék különbséget tenni nők és férfiak között, mert előfordul, hogy mind a nők, mind a férfiak hátradőlnek, csak más-más módon nyilvánul ez mondjuk meg. Hogy a házasságban egy picit az illúziónk van, hogy akkor most így megérkeztünk, és akkor itt most már nincs amit tenni, meg nem kell semmit tegyek, mert itt van a másik. Tehát, hogy most már így, mintha így nem kellene azért is dolgoznom, hogy megtartsam. De hogy valójában pont amiről beszélek, az, hogy azért kellene dolgozzak, hogy megtartsam. Tehát, hogy a másik még mindig akarjon velem lenni. Tehát, hogy most így mondjuk 20 év házasság után, ahol mondjuk már nagyon-nagyon el vagyunk távolodva egymástól, és már mondjuk hiányzik a szenvedély, hiányzik az intimitás, akkor nem jut eszünkbe már az, hogy én valamit akár tehetnék is. Tehát, hogy úgy, mint a kapcsolat elején, hogy a kapcsolat elején azért én, mit tudom én, jobb akarok lenni X-nél, vagy Y-nál, hogy megszerezzem azt a nőt, vagy hogy az a férfi engem akarjon. És hogy valahogy, amikor így megérkezünk a házasságba, akkor az illúziónk van, hogy ez a férfi, vagy ez a nő most már így egész életében velem fog maradni, és hogy én ezért nem kell semmit tegyek. És azt gondolom, hogy ez a téves gondolkodásunk vezet oda, hogy akkor most már így nyugodtan hátradőlhetek. Nagyon sok apró, fontos dologról beszélgettünk.
viszont a műsoridőnk végéhez közeledünk, és már oda is értünk gyakorlatilag, úgyhogy még egyszer megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy beszélgethettünk, és akkor jövő héten részletesebben beszélgetünk, akár a válás témájáról is. Rendben van, nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő héten is, amikor folytatni fogjuk beszélgetésünket. Viszontlátásra!